Önök a Miskolc Televízió heti hír összefoglalóját, a Krónikát látják. Jó estét kívánok! Jönnek a részletek! Idén is 318 millió forintból gazdálkodik a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat, és több topos beruházás is célba ér. Összességében sikeres évet zárt az önkormányzat. Az évindító sajtóreggelin szó volt a közelgő uniós és önkormányzati választásokról, a szénbányászat jövőjéről és a megyei értéktár helyzetéről is. Magyarország erős nemzetállamok közösségében gondolkodik, amely képes a maguk, a saját és egymás polgárait megvédeni. 2019 megyénk jövőjét érintően is meghatározó év lesz, mert két választásra készül az ország. A megyei közgyűlés alelnöke kijelentette, a magyar kormány keresztény-konzervatív fundamentumra építkezik a jövőben is. A szín jövőjével kapcsolatos együttgondolkodás az európai országok között is él. Bárné Gál Boglárka az önkormányzat évindító sajtóreggelijén beszámolt a szénbányászat jövőjéről és a megyei értéktár helyzetéről is. A Barlangfürdő, a Diósgyőri vár, a Herman Otto Múzeum és a Miskolci Kocsonya is olyan helyi érték, amely a megyei értéktárban szerepel. Ezek az értékek az elmúlt években több díjat is nyertek a megyenapon, több értékdíjat nyertek. Nem szeretnék egy értéket sem kiemelni, mert nem szeretném megkülönböztetni egyiket a másiktól. Azt gondolom, mindegyik nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos a megye szempontjából, hiszen egy jelentős városról van szó, ami az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sokat fejlődött. A megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy tavaly két sikeres topos pályázat is lezárult, de több pályázatot tovább visznek 2021-ig. A TOP keretében vállaltuk, hogy gazdasági fejlesztés címén mintegy 159 hektárnyi ipari parkból fejlesztünk, vagy hozunk létre új ipari parkokat. Utak és kerékpárutak, hidak és épületek is megújultak, és a környezetvédelem területén is óriási volt az előrelépés. Összességében sikeres évet zártak 2018-ban a megyei önkormányzatnál, mondta az elnök. Hozzátette, hitelt nem vettek fel, a februárban megtervezett költségvetéssel tudták teljesíteni az évet. 2018-ban elmondhattuk magunkról, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye az egyetlen megye az országban, akinek egy éven belül elfogadott és megújult környezetvédelmi programja van megyé tekintetben. Van egy megyei SECAPS programja, ezt a TOP-ból nyertük el, és megyei klímastratégiát szintén a TOP-ból valósítottunk meg. A közgyűlés elnöke elmondta azt is, hogy 2019 sokrétű év lesz. 2013 óta idén is 318 millió forintból fognak gazdálkodni, és ehhez jönnek majd pályázati pénzek is. Egy új modellt szeretnének megvalósítani a munkaerőpiacon, a szakemberhiány leküzdésére a kormányhivatal segítségével. A kísérleti programban nem csak a munkaadók, hanem a munkavállalók is személyre szabott segítséget kapnának. A másfél éves programban közel 8000 embert szeretnének álláshoz juttatni. A Sinvában jelenleg 650-en dolgoznak. Ahogy a legtöbb gyárban, itt is gondot okoz bizonyos munkakörök betöltése, gyakran cserélődnek az emberek. Leginkább azt látjuk, hogy földrajzilag elkülönül a kereset és a kínálat, tehát itt Miskolc környékén igazából nem nagyon találunk megfelelő kadrafogható munkaerőt, és arra pedig forrásunk, lehetőség nincs, hogy mondjuk távolabbi vidékekről behozzuk őket Miskolcra. Ez a probléma is elhangzott azon a kerekasztal beszélgetésen, amelyet a kormányhivatal rendezette a város nagyobb munkaadóinak részvételével. Egy új modellben gondolkodnak, amelyben külön vállalati kapcsolattartók segítenék a vállalkozásokat, a foglalkozási osztályok pedig egyénre szabott, hatékonyabb munkaerő közvetítéssel is foglalkoznak majd. A másfél éves programban közel 8000 embert szeretnénk álláshoz juttatni, ez azt jelenti, hogy hetente 122 eredményes állásközvetítést kell elvégeznünk. Borsodban több mint 30 ezer álláskereső és 24 ezer közfoglalkoztatott van. Egyes becslések szerint legalább 10%-uk rövid idő alatt be tud lépni a munkaerőpiacra. Erről panaszkodtak igazából a helyi munkaadók, hogy nagyon gyakori az elvándorlás, tehát ennek érdekében állandó partnerek kell lenni részünkről, a foglalkoztatási osztályok részéről, akivel lehet kommunikálni. Lehet azt mondani, hogy nekünk most szükségünk van 10 vagy 20 adott munkakörű emberre, és ha ez megvan a piacon, akkor azt tudjuk kiközvetíteni azok közül, akik szeretnének dolgozni. Olyan képzéseket indítanak majd, ahol
kifejezetten a hiány szakmákat oktatják. Ezzel a helyi vállalkozások rövid idő alatt szakemberekhez juthatnak majd. A Doni áttörés áldozataira emlékeztek a Szemerekertben lévő kopjafánál. 1943. januárjában 200 ezer magyar katona mintegy fele sohasem tért vissza Magyarországra. Miskolcról mintegy 7000-en indultak neki az útnak. A magyar csapatok korszerűtlen fegyverei, a gyakran mínusz 40 fok és az óriási túlerő miatt a magyar hadsereg reménytelen helyzetben volt. Január 12-én indították meg a támadást a szovjet vörös hadsereg csapatai a Donkanyarba, melynek következtében a 207 ezer fős második magyar hadsereg mintegy 100 ezer katonája veszett oda. A második magyar hadsereg német követelésre kormányközi egyezmény alapján küldték ki a frontra. A németek igényei hosszas alkudozás után sikerült leszorítani, de azon az áron, hogy a magyar csapatokat hadászatilag a németeknek rendelték alá, felfegyverzésüket pedig csak szóbeli ígéretet kaptak Berlinből. Zöld terasz bükrenéző kilátással, korszerű természettudományi labor és multifunkcionális közösségi aula. Szeptembertől már ezeket az új részeket is használhatják a jezsuita gimnázium diákjai. A tornacsarnok mellett, amit a kormány több mint 1 milliárd forinttal támogatott, tovább bővítik az intézményt. Erre 568 millió forintot nyertek Európai Uniós pályázaton. A jezsuita rendtartomány híreit tartalmazó kiadvány is. Állami, városi és egyházi méltóságok ünnepeltek együtt tavaly április 23-án a jezsuita gimnázium diákjaival, és helyezték el a közös tér multifunkcionális csarnok alapkövét benne egy időkapszulával. A több funkciós tornacsarnok megépítését a kormány 1,3 milliárd forinttal támogatta. Több mint 2500 négyzetméteres lesz az új tornacsarnok. A létesítmény az itt élők előtt is nyitva áll majd, várhatóan tavaszra készül el. Itt épül a közösségi terem, ami össze lesz kötve az ebédlővel is. Az újabb grandiózus építkezést mutatja a jezsuita gimnázium igazgatója. Bővítik az ebédlőt és napelem parkot is a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Ez lesz a természettudományi labor részleg és a multifunkcionális közösségi aula. A jezsuita gimnáziumban a Szent József épületünket, a főépületünket bővítjük, ez az egyik része a jelenlegi építkezésnek. Ebbe az épületbe természettudományos laborokat fogunk elhelyezni, ezzel a természettudományos tárgyaknak az oktatását szeretnénk egy más szintre emelni. A másik építkezésünk az a templomtérről nyílik, ott a meglévő ebédlőnket bővítjük olyan irányba, hogy ott egy konferencia termet is ki tudjunk alakítani. Európai Uniós pályázaton 568 millió forintot nyertek el, a kivitelezés a télen sem állt le. Ez a Szent József épület, itt a szerkezetépítés gyakorlatilag befejeződött, a házat bezártuk, és gyakorlatilag a szakipari munkák kezdenek igazán felpörögni, és a szakipari munkák között is a külsőket is téli időszak ellenére tudjuk csinálni, aláfűtéssel, stb. Azért megoldjuk. A másik épület, ami a multifunkciós épület, ott a szerkezetépítési munkák is szintén a befejező szakaszban vannak. Ha minden a tervek szerint halad, akkor tavasszal be is tudják fejezni az építkezést. Nyára elkészül a Lévai József Református Gimnázium sportkomplexuma. A többszintes épületben nem csak uszoda és tornacsarnok, hanem konditerem is várja majd a sportolni vágyókat. A létesítmény nem csak iskolai célokat szolgál majd, bizonyos időszakokban a városlakók is használhatják majd. Nyártól már úszni is lehet majd ebben a 25 méteres medencében. Ez pedig az úszoda alatt lévő szint gépészeti része. A berendezések és a szivattyúk egy része már a helyén van. A szerkezetépítés teljes egészében befejeződött. Jövő hét végére megint egy fontos mérföldhöz itt el az épület. Teljes egészében lezárásra kerül, a tetőszigetelés befejeződik, a homlokzati nyilázárok beépítésre kerülnek, és bezárjuk az épületet. Így hamarosan az épület belsejében a szakipari munkák is elkezdődhetnek. A vakolás mellett jelenleg többek között a padlófűtés szerelésével és a nyílászárok beépítésével foglalkoznak a szakemberek. A sportkomplexumban több mint 850 léva is diák sportolhat. Csak ebben a tornateremben egyszerre három osztály tarthat majd testnevelés órát. De lesz itt konditerem és gyógytestnevelésre alkalmas helyiség is.
Az uszodában pedig három miskolci általános iskola diákjainak is lesz úszás órája. Az iskolások mellett a városlakók is használhatják majd a létesítményt. Meg fogjuk nyitni szabad kapacitásunknak megfelelően mind a tornacsarnokot, mind pedig az uszodát azon sportolni vágyó miskolciak előtt, akik mondjuk elég korán fel tudnak majd kelni ahhoz, hogy az uszodát használhassák, vagy a késő esti órákban azt mondják, hogy lefekvés előtt még egy sportolással töltenek néhány percet. A beruházás 2,4 milliárd forint uniós pályázatból és kormányzati támogatásból valósul meg, és a tervek szerint június közepére készül el. Az országban múlt héten már majd 20 000-en, az előző heténél 75%-kal többen fordultak influenza-szerű panaszokkal orvoshoz, a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint. Borsod megye múlt héten még nem érte el a járvány küszöböt, de a megyei tiszti főorvos szerint a jövő hétre már nagy a valószínűsége. Az edelényi és az ózdi kórházakban ma már elrendelték a látogatási tilalmat. Adjuk össze a két számot, lépésről lépésre. De... Ezek a másodikos kisdiákok, közösen oldottak meg matematika feladatokat. Csak nem 20-an voltak ma is az osztályban. Itt még nem beteg szinte senki, mert rendszeresen levegőznek a szünetekben, és még korcsolyázni is járnak. A járványt még nem tapasztalom, nekem 3-4 hiányzón van. Ők jelzik mindig, hogy mi a probléma, tehát fel tudunk rá készülni, hogy esetleg influenzás gyerek van. Mindent megteszünk azért, hogy ezt a lehető legkisebbre csökkentsük ezeknek a számát. A személyes higiéniát nagyon fontosnak tartjuk. Borsod megyét még nem érte el a járvány, de influenza-szerű tünetekkel már egyre többen keresik fel a házi orvosokat. Idén az influenza A vírusa a domináns. A betegség hirtelen, magas lázzal kezdődik, amihez levertség és izomfájdalom is társul, és az antibiotikumok sem segítenek. Ha 100 000 lakosból 150-en keresik fel a házi orvost, járvány van. Most a megyénkben a múlt hét adatok alapján ez 130 körül van, nem egyformák a területi megoszlások, Miskolcon is környékén jelentették a legtöbb beteget, tehát azt várjuk, hogy a jövő heti eredmények alapján már ezen a területen biztosan, de lehet, hogy egész megye vonatkozásában az influenza járványt már ki tudjuk hirdetni. A tiszti főorvos elmondta, hogy még mindig érdemes beadatni a védőoltást, van elegendő oltóanyag. A megyébe több mint 80 000 adag térítésmentes vakcina érkezett. Az edelényi és ózdi kórházakban ma már elrendelték a látogatási tilalmat. Megvan az a pénz, bár nem teljes egészében, amit még 2009-ben egy miskolci férfi lopott el attól a pénzszállító cégtől, ahol akkor diszpécserként dolgozott. Ő azóta leülte büntetését. A több mint 600 millió forintot később három ember próbálta tisztára mosni. Most ellenük emelt vádat az ügyészség. Ezek a képek akkor készültek, amikor 2010-ben Tájföldről hazahozta az Interpol azt a miskolci férfit, aki azóta már leülte börtönbüntetését. Több mint 600 milliót sikkasztott 2009-ben egy pénzszállító cég diszpécsereként. Itt épp megérkezik Miskolcra az őt szállító autó. Még abban az évben elítélték, 7 év 6 hónap börtönbüntetést kapott. Az eltűnt 600 millióról azonban semmi hír nem volt. Pedig míg ő Tájföldön és a börtönben volt, úgy tűnik, volt, aki őrizze a zsákmányt 105 millió forintért. Később egy tarcali szőlőben ásták el a 600 millió forintot, akkor már három férfi és egy nő kezelhette a pénzt, ellenük emelt vádat az ügyészség pénzmosás miatt. A zsákmányt két műanyaghordóba és egy kézi permetezőbe rejtették el. Valószínűleg nem ilyen hordót használtak, ugyanis az elásott pénz egy része, 100 millió forint körüli összeg, pont a beázás miatt ment tönkre. Ezeket viszont természetesen fel akarták használni, ezért úgy döntöttek, hogy házilagos eszközökkel kiszárítják ezeket a bankjegyeket. Ez a hajszállítótól kezdve a vasalásig történt ez a módszer. Ezeket a bankjegyeket 2010 és 16 között szerencsejátékokban és sportfogadásban használták. Szerencséjük is volt, a több milliós fogadások több 10 milliós nyereményeket hoztak. Bankokat is felkerestek, Miskolcon és Budapesten is, ahol több millió forintot cseréltek ki hivatalosan sérülésmentes bankjegyekre. Volt, aki ingatlanba, volt, aki járműbe, volt, aki életbiztosításba fektette a zsákmányolt pénz egy részét. Ezeket is lefoglalták azóta, a pénzmosás miatt pedig 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak majd az ügy szereplői. A vádlottak közül 3 férfivel szemben végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott az ügyészség,
pénzbüntetéssel, közügyektől eltiltással, valamint vagyonelkobzással, míg a nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést. Mivel az egykori elkövetőt, a pénzszállító diszpécserét egyszer már jogerősen elítélték, így ő már nem vádolható ebben a bűnügyben. Börtönévei után úgy tudjuk, nevet változtatott, és jelenleg külföldön él. Közép-európai termelő vállalatok és segítő szervezeteik találkoztak Miskolcon. Az uniós projektben Magyarországgal együtt 9 ország képviselői vesznek részt. A kétnapos megbeszélésnek a Vár lovakterme adott otthont. Miskolcot bemutató reklámfilmmel ismerkedhettek meg elsőként a nemzetközi projekt tagjai. Miskolc alpolgármestere tartott ismertetőt a város gazdasági és turisztikai lehetőségeiről. Úgy gondolom, hogy itt bemutatkozni, számukra elmondani azokat a lényeges dolgokat, azokat a lényeges feltételeket, amelyeket Miskolc tud produkálni és megmutatni másoknak is, kiemelkedő jelentőségű, és hozzáteszem, hol máshol, mint a Diósgyőri várban, illetve a lovakteremben, amely egy olyan attrakció, amit mindenkinek szíves figyelmébe ajánlunk. A projektben olasz, horvát, német, szlovén, cseh és szlovák, valamint lengyel és osztrák szakemberek vesznek részt magyar kollégáikkal közösen. Ők segítenek majd országuk vállalkozásainak az új üzleti modellek bevezetésében. A programban való részvételre országonként 10 vagyis évvégéig összesen 100 vállalkozás kap majd lehetőséget. Egy olyan szolgáltatás, innováció bevezetése, módszertani bevezetése egy projekt keretén belül a cél, ami által valószínűsíthetően olyan fajta kiegészítő tevékenységhez gondolkodhatnak ezek a vállalkozások, amik a ő erősségüket növeli. Magyarországon eddig 5 vállalkozás kapott lehetőséget a projektben való részvételre, és további 5 vehet majd részt a speciális képzésekben. Végzett az első másfél éves képzésben résztvevő osztály a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban. 42-en kaptak szakképesítést. A frissen végzett rendőrök az ország több pontjáról érkeztek ide, hogy szakmát tanuljanak. Ünnepélyes pillanatok a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban. A januári kibocsátó ünnepségen a végzett fiatalok esküdtettek arra, hogy megóvják hazájukat. Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Kocsi Patrik elismerésben is részesült, az évfolyam legjobbja lett. Gyerekkori álma vált valóra azzal, hogy hivatalosan is rendőrré lett. A vágyaimnak megfelelően alakult ez a másfél év, mindig próbáltam magam oda tenni, mert a hazámat szerettem volna szolgálni. Évfolyam, szólj! Sapkák az égben, véget ért az intenzív tanulási időszak. Most már a hétköznapokban kell helytelniuk a végzetteknek. Egy különleges évfolyam tanulmányai fejeződtek ma be. Önök az első olyan évfolyam tagjai, akik korábban középiskolai rendészeti előtanulmányaiknak köszönhetően a rendészeti szakgimnáziumot már fél évvel rövidebb idő alatt végezhették el. A rövidebb képzési idő nagy kihívás elé állította önöket. Intenzív, napi szintű tanulás, szakmai gyakorlatok és sűrű számonkérések tarkították az elmúlt másfél évet. Előtanulmányaik miatt a fiatalok fél évvel hamarabb végeztek. Az országban van több mint 100 olyan középiskola, ahol ilyen típusú képzés folyik. Ezekben az iskolákban különböző tanárok különböző módon oktatják ezeket a tantárgyakat, így akik hozzánk jöttek, ők 9-10 középiskolából tevődtek össze, 9-10 féle módon tanulták, sajátították el az anyagokat. Ezért az első néhány hónap az egységesítésről szólt. Ez a képzési forma első alkalommal vizsgázott. Ráadásul jól, hiszen 40-ként újonc rendőr hagyta el az alma matert. Regionális döntőjéhez érkezett hétvégén a First Lego League. Miskolc második alkalommal rendezett robotépítő versenyt, ami segíti a fiatalok informatikai fejlődését. Az utóbbi időben egyre hangsúlyosabb a városba érkező hazai és külföldi befektetők körében az informatikai fejlesztés lehetősége. A regionális döntő pedig éppen ezt szolgálja. A jövő generációja játékosan tanulhat. A Fair verseny előtt tapssal köszöntötték egymást a csapatok. Második alkalommal adott otthont a Ferenci Egészségügyi Iskola a First Lego League regionális döntőjének. Már most voltak visszatérő versenyzők. Amikor elhagytam tavaly ezt az iskolát és a versenynek a színeit, akkor én akkor is már éreztem, hogy vissza kell idejönni, hiszen ez egy hatalmasan jó élmény és nagyszerű élmény.
és tényleg ez szerint, számomra ez az a verseny, ahol már reggel is, amikor felkeltem, úgy jöttem ide, hogy attól függetlenül, hogy milyen eredményt érünk el, ez rendkívül jó tapasztalatszerzés. A legtöbben felnőttként is informatikával szeretnének foglalkozni, de olyan isakat, akit csak a legúzás öröme hajtott. A tervezés a műhelyasztaloknál kezdődött, a pályán pedig már élesben ment a kis LEGO robotok versenye. Ezek a fiatalok azok, akik 10 év múlva, 20 év múlva a jövő innovátorai lesznek. Ők fognak kitalálni új dolgokat, ők fognak fejleszteni, és nagyon fontos az, hogy már az elején megmutassuk nekik ezt az utat, és teret nyújtsunk nekik abban a tekintetben, hogy ki tudjanak teljesedni, és új gondolatokat, új ötleteket tudjanak behozni. A feladatok sikeres teljesítéséhez szükség volt a kreativitás mellett megfelelő informatikai tudásra is. A játékos megmérettetés pedig a jövőre készíti fel a gyerekeket. Tervezni, alkotni, fejleszteni, menedzselni és teljesíteni kellett, ahogyan az életben is. Ha van szerencsém, minden héten azt mondhatom, sőt hetente gyakrabban is, magyar és külföldi beruházókkal tárgyalni, és az első, második, harmadik, tehát az első három kérdés között azért az információ technológiai oktatás és ennek a mikéntje, szintje Miskolcon és itt a régióban mindig fontos kérdésként merül föl. Az IT terület egyre népszerűbb a fiatalok körében, és a cégek számára is elengedhetetlen egy ilyen szakember a csapatban. Ezért a képzésben is egyre nagyobb hangsúlyt kap ennek oktatása. A LEGO robot versenyek nem utolsó sorban az iskolán kívül is motiválják a fiatalokat. Római légiósok felvonulása teljes fegyverzetben, női viselet és ékszerbemutató. Rendhagyó történelem órát tartottak a Jókai Mor Református Általános Iskola 5. osztályosainak. A diákok civil és katonai viseleteket is felpróbálhattak, sőt olyan fegyvereket is a kezükbe vehettek, amelyeket még az ókorban használtak. Az óraközi szünetben teljes felszerelésben vonultak be az iskola aulájába légiósok. A diákok megismerhették az ókori római nehéz gyalogság öltözetét, fegyverzetét, harcmodorát, de ízelítőt kaptak az ókori Róma hétköznapjaiból is. Kézbe vehették, kipróbálhatták a hétköznapi használati eszközöket, a bátrabbak pedig megismerkedhettek a katonák fegyvereivel is. Nagyon tetszik, jó, hogy megismerhetjük az ókor hagyományait és felszereléseit. Az ismeretszerzés legkiválóbb eszköze a gyakorlatias és élményszerű oktatás. Így a történelem óra már is nem tanulás, hanem játék, ami ráadásul sokkal hatékonyabb a hagyományos ismeretátadással szemben. Ezért tartotta fontosnak az iskola a mai, a szokásostól eltérő történelem óra megtartását. Egyik szülőnk jelezte, hogy ő egy részese ennek a hagyományőrző egyesületnek, és nagyon szívesen bemutatná a társaságot. A történelem tanár kolléganő pedig kérte, hogy lehetőség van erre. Azt gondolom, hogy ezzel is színesíteni tudjuk a gyerekek képzését. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy élvezetessé váljanak az óráink. A Zempléni Rostallón alakult az az alapítvány, amelynek mai légiósai régi idők antik értékeit, az egykor virágzó görög-római civilizációt mutatták be, a Krisztus utáni első századi Róma hétköznapi életét. Több helyszínen jelenünk meg, például a rendhagyó történelem órán vagyunk most is itt Miskolcon, ez az egyesületünk tevékenységének egyik bevett gyakorlati formátuma. Elő szoktunk fordulni a Magyar Nemzeti Múzeum rendezvényein is, például a Szeúzókincs kíséretében adtunk díszszövetséget itt Miskolcon is és Nyíregyházán is, valamint a Balácai Villagazdaságban vagyunk rendszeresen megjelenő vendégek, ott magunkban vagy a keltákkal együtt vagy más program elemekhez csatlakozva szoktunk fellépni. Az egykori öltözékek, illetve fegyverek bemutatását és a nem mindennapi alaki bemutatót követően a harcosok az 5. diákoknak egy rendhagyó történelem órát is tartottak. Mostanáig több mint 140 ezer ember látta a Herman Otto gimnázium videóját, ami néhány napja került ki az internetre. A We Are the World cover nézettsége néhány nap leforgása alatt szökött az egekbe. A készítők célja az volt, hogy megmutassák az iskolában igazi közösség éli mindennapjait. Ekkora érdeklődésre viszont még ők sem számítottak. Egy kisfiú egy hideg téli napon énekelni kezdi Michael Jackson és Lionel Richie világhírű dalát egy miskolci gimnázium udvarán. Így kezdődött az a videóklip, ami rekordidő alatt járta be az országot. Nagyon-nagyon jó volt a forgatás. Én nagyon örültem, hogy részt vettem ebben. Hideg volt, az nagyon-nagyon hideg volt. És
az volt a legjobb benne, hogy én azt láttam mindenkin, hogy nagyon lelkesen csinálja. Áron szerint a gyerekeket még jobban összekovácsolta a videó, az egyik legfőbb cél pedig éppen ez volt. Minél több embert megmozgatni, minél több embert megszólítani, és minél több gyereket ráébreszteni arra, hogy annyi minden van benne. Az iskolának nem ez az első videója. A klip rendezője a magyar szakos oktató órai feladatoknál is arra sarkalja a diákokat, hogy gondolkozzanak mozgóképben, akár egy vers esetében is. Miután rövid időn belül többen is említették neki az ikonikus dalt, ezért gondolta feldolgozzák, mégpedig olyan hermanosan. Arra voltam kíváncsi, hogy működik-e ez az összefogás érzés ma itt, és különösen a Herman Ottó gimnáziumban, hogy össze tudjuk-e fogni ezt a 800 embert, meg a jó sok pedagógust, és együtt felmutatni valami olyat, ami maradandó és értékes, és még a léleknek is szól egy picit. A videó igazi közösséget mutat be a maga természetességével. Emellett jó hangú fiatalok bontakoztatják ki tehetségüket, és a videó készítői is profi munkát végeztek. A siker garantált volt, de az iskolában sem számítottak ekkora érdeklődésre. Arra gondoltam, hogy nagyon sok Hermanhoz közel álló gratulálni fog és örülni fog az újabb megjelenésünknek. Végzett diákok, olyanok, akik valamilyen módon kötődnek a Hermanhoz. Ekkora média figyelemre azonban nem számítottunk. A videó már 140 ezer megtekintés felett jár. Január 15-én került fel a legnagyobb videó megosztó oldalra. A hatalmas nézőszámot mindössze 3 nap alatt érte el a Herman Ottó gimnázium közösségi videója. Pincér szakács és cukrász tanulók versenyeztek Miskolcon. A két miskolci csapat mellett Egerből, Kazincbarcikáról és Balassagyarmatról érkezett egy-egy csapat. 5-ször rendezték meg a Snitta Sámuel emlékversenyt. Észak-magyarországi régiós elődöntőt a miskolci szentpálisok nyerték meg. Ők képviselhetik majd a régiót a márciusi országos döntőben. Dolgozik a konyha munkában a szakácsok. A versenyzők reggel 8 órától sürögtek, forogtak a konyhában. Egy nagyszombati menüsor összeállítása volt a feladat, de részt kellett venniük egy elméleti versenyen is. Egy pincér szakmai totót kellett elvégeznünk ezen a versenyen, 15 darab eszközt kellett felismernünk, egy díszterítés kellett az asztalon megcsinálnunk, valamint egy 5 fogásos menükártyát kellett hozzá készítenünk, most pedig következik az élő munka, ahol szintén van egy 4 fogásos menü, amit a szakácsaink odakint a konyhán már lefőztek, nekünk pedig itt vendégek előtt élő munkában fel kell szolgálni, mint a való életben. 2 miskolci, egy egri, egy kazincbarcikai és egy balassagyarmati középiskola diákjai alkottak 5 fős csapatokat. Délután 2 órára el kellett készülniük, hogy felszolgálhassák az elkészült ételeket a zsűrinek. Mi egy olyan versenyt hoztunk létre, ahol a 3 szakma magyarán az életről szól, a pincér, szakács, cukrász, mert nem csak a pincér, nem csak a szakács, hanem a hétköznapi életbe, a napi munkánkba, az étterembe ez közös munkát hoznak létre. Itt a domináns a pincér szakma, de nagyon sokat segít a szakácsok és a cukrászok munkája. 70%-ba értékeljük a pincérek munkáját, 30%-ba a háttér a szakács és a cukrászok munkáját. A Snitta Sámuel emlékversenyt 5. alkalommal rendezték meg a szakképzésben résztvevő tanulók számára. Az észak-magyarországi régiós elődöntőt a miskolci szentpálisok nyerték meg, ők képviselhetik majd a régiót a márciusi országos döntőben. Kedves nézőink, ez volt a Krónika, a Miskolc Televízió heti hír összefoglalója. Friss hírekkel hétfőn este 6 órakor várjuk Önöket legközelebb. Viszontlátásra!